Sziasztok! Hát elég rég nem volt már videó, és nyilván mindennek ennek is megvan az oka. Előre is bocsi a szomszéd csirke miatt. Mi is ezzel törődjünk, mert van itt mögöttem valami, ami most még tényleg csak valami, szinte semmi. Tehát innen szép nyerni. Ez egy BMW E36 sedán, és hát ami igazából maradt belőle. Ezt projektautónak vettük, nem utcán fog járkálni, igazából szerintem trailerezni fogjuk végig. Ugyanis ebben egy játszós autó lesz, és igazából ezt a videót most csak ilyen gyors összefoglalónak szeretném kirakni ide a csatornára. Ugyanis lesz majd egy külön-külön-külön közösségi média valószínűleg, ugyanis ezt az autót nem egyedül csinálom, hanem pár barátommal, és úgy vagyok vele, hogy a tényleges videó volt, amiben el fogunk magyarázni mindent, meg úgy igazán fog történni valami, azt inkább majd a többiekkel csinálom, viszont úgy voltam vele, hogyha már van egy régi YouTube csatorna, amit már régig nem használtam, akkor használjam, és rakjak ki valamit, és most látjátok, hogy van itt valami. És igazából most úgy nagyjából, amit el tudok mondani, az, hogy elsősorban a padlólemezeket, és hát igazából az egész padlólemezt ki fogjuk takarítani. Az üléseket megcseréljük, mert hát az a helyzet, hogy ezt beraktuk, az üléseket, csak rosszul. Ami azt jelenti, hogy az anyós oldali van itt, a sofőr oldali meg ott. Viszont igazából úgy voltunk vele, amikor áthoztuk ide, hogy csak simán rakjuk be, üljünk bele, avassuk fel, kocintottunk rá, stb. Azért egy dísztárcsa már felkerült rá, meg a másik oldalra is. Igen, lógnak itt még a dolgok, mert ez nagyon-nagyon egy projekt állapot. Eredetileg ajtók is lettek volna hozzá, viszont azt még előttünk elvitték. Igazából ez egy nagyon alkalmi vétel volt, meg viszonylag olcsó is volt, legalábbis szerintem, és még kaptunk egy csomó minden cuccat így ingyen, hogy vigyük már el. Szóval innen is köszi Norbi, hogyha nézitek ezt a videót, és hát köszönjük nektek. Mert tényleg egy csomó mindent, azért kell vásárolni hozzá nyilvánvalóan, mert ezért ez tényleg egy építendő autó. De azért annyival is előrébb vagyunk, hogy például ülések is vannak, meg ilyesmi. És igazából amit akarunk alakítani az autóval, az elsősorban az, hogy járóképessé tesszük. Ugyanis ez olyan szinten egy gurítható kaszni, hogy még motor sincs benne. És nyilván most lehetne vedélni meg ilyesmi, hogy miért vettetek egy ilyen Uzi-t? Most olyan fejezem ki magamat fost, hogyha Uzi-t akartok, projektautót, meg stb. Meg maga akarjátok építeni. Hát azért, mert ez tényleg egy nagyon alkalmi vétel volt, nagyon olcsó volt, nagyon közel volt, ami igazából nagyon jó szempont, mert nem akartam még sok-sok kilométereket utazgatni, meg trailerre felpakolni, ilyenek, mindenféle hülyeség. Igazából ez olyan szinten közel volt, hogy csak átoltuk az egyik házról ide hozzánk, és lényegében itt vagyunk. És hát a karosszéria az annyira nincs rossz állapotban, de azért vannak gondok. Például, hogy az emelési pontokat, azokat majd ki kell javítani teljesen. A csomagtér az ki lett vágva, mert az el lett rohadva, most az el van rohadva, úgyhogy az úgy ki is van vágva. Most egyenlőre üres, majd be lesz lemezelve, illetve hát ugye motorváltót azt ugye mondtam. Viszont ugye ez eredetileg egy autómata, és jól látjátok, E46 kormány van benne, ha jól tudom, ez E46, de a légzsák még minden benne van. És igazából nagyjából ennyi, hogy ez egy játszós autó, most az ülések meg lesznek cserélve. Ez benne lesz a videóban, de igazából szerintem annyira úgyse érdekel senkit, szóval valószínűleg csak így nagyjából ezt a magyarázós részét megnéztek, aztán ennyi. Viszont ez ilyen tájékoztató jellegű videó, hogy vettünk egy projektautót, és valószínűleg fel lesz építve. És hát igen, játszósnak akarjuk. Most még egy haton gondolkozunk így kezdésnek, így lowover, stb. Meg még megszokjuk az autót. Viszont hát azért illene bele legalább egy V6, sorhat valami. És nagyjából ennyi. Hátul van valami ültetőrugó,
és Krisztián azt mondta, hogy erről valószínűleg lehet, hogy módosított kormányszög van, mert sokkal többet fordul el elvileg, mint ami gyárilag van, ugye a fordulókere. De ez majd úgy is kiderül a későbbiekben. És most egyelőre igazából nagyjából ennyi szerintem, amit így el tudok mondani az autóról. Szerintem én most kicserélem az üléseket, ezt így timelapse-re gyorsítottam, meg tudjátok nézni, akarjátok, de igazából szerintem én itt most elköszönök, aztán majd találkozunk a következő videóban. Sziasztok!